2018. január 1-től a kormány még több család számára biztosítja a kedvezményes tanév közbeni étkezést és az ingyenes tankönyvellátást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelem határának 5%-os emelése által. Ennek hatására várhatóan 20 000-rel több gyermek veheti igénybe az ingyenes, illetve kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, valamint egyes esetekben a szünidei gyermekétkeztetést is. Ha belegondolnak abban, hogy 2010-ben, ebben a körben, az ovisok körében ugye 30%-uk étkezett ingyenesen, most meg 80%-uk, akkor ez egy érezhető emelkedés, a bölcsiseknél pedig 5-szörösére emelkedett az ingyenesen étkezők száma, de hát érzékelhető az, hogy folyamatosan fejlesztette az elmúlt években az ingyenesség és a kedvezményes intézményes gyerekétkeztetési rendszert a kormány. 2018-tól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelem határa tehát 5%-kal emelkedik. A kedvezményre jogosultak alapesetben évente 12 000 forint értékű Erzsébet utalványt kapnak, és előnyt élveznek az ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetésnél és ingyenes tankönyvellátásnál is. Az őszi tanévtől már az 1-től a 9. évfolyamig minden gyermek ingyen kapja a tankönyvet, de a 9. évfolyam fölött is jár az ingyenes tankönyvellátás a rászoruló többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeknek. Biztosan mondhatjuk azt is, hogy 2018-ban tovább emelkedik a családi adókedvezménynek az összege, 2018-ban tovább emeljük a 2 gyermekes családoknak a családi adókedvezményét. Ez azt jelenti éves szinten, hogy 420 000 forinttal nagyobb megtakarítás lesz a 2 gyermeket nevelő családoknál. Novák Katalin hozzátette, a család és munkaalapú társadalom erősítéséhez a kormány 2016 és 2019 között a duplájára emeli a 2 gyerekesek adókedvezményét, mely a korábbi 20 000 forintról 40 000 forintra emelkedik.